Március 13. Így szólott hozzám az Úr, tanítva engem, hogy e népnek útján ne járjak. Ti ne mondjátok összeesküvésnek azt, amit ez a nép összeesküvésnek mond, és félelme szerint ne féljetek és ne rettegjetek. A seregek urát, őt szenteljétek meg, őt féljétek, és őt rettegjétek. Testvéreink elszakadnak Istentől, mert embereknek hódolnak. Nagyra értékelik önmagukat, nagyra értékelnek másokat. Olyan bizalommal tekintenek önmagukra és másokra, amellyel csak Izrael Istenére volna szabad feltekinteniük. Embereket nem szabad Istennek járó hódolattal illetni, mert ez különösképpen visszatetsző Isten szemében. Senkinek sem volna szabad részt vennie olyan megszenteletlen szövetkezésben, ahol Isten lelkével ellentétes elképzelésekben és eljárásmódokban erősítik meg egymást a csoport tagjai. Az emberi elképzelésekhez való lelkes ragaszkodás nem Isten rendelése szerint való. Az e fajta kapcsolat mindkét fél számára ártalmas, mert úgy hiszik, mindenképpen kötelesek támogatni a legjobb barátjukat. Megszentelt szövetség az ilyen. Tudom, hogy nem az. Az értelmeteket bitorló hatalom arra vesz rá titeket, hogy inkább egymásra tekintsetek és egymásban bízzatok, semmint az élő Istenben. Arra késztet benneteket, hogy egymástól kérjetek tanácsot, holott Isten előtt kellene térdre borulnotok, a hatalmas tanácsadóhoz kellene fordulnotok.